Készítettünk egy nagyon szép ábrát, akkor kezdjünk is neki a feladatnak. Amit tudunk, azt rögtön számoljuk ki. Ugye a felszín számítással kezdünk. Ki kell számolni a hasábunknak az alapterületét, ami a lényegében a, a, a három oldalú hasábnak háromszög a, a két, az alja, illetve a teteje, szóval ez az alapterülete. És ezek itt az oldallapok ami jelen esetben ugye háromszög alapú ö, hasábnál téglalapok. Először is akkor számoljuk ki a felszínt, mit tudunk kapásból kiszámolni, ki tudjuk számolni a kerületet, az alaplapnak a kerületét, ami nem más, mint az ABC oldalaknak az összege, hiszen a kerületet így számoljuk ki. Ezzel meg is vagyunk, akkor meg van adva a felszínnél a testmagasság, akkor azt nem kell kiszámolnunk, hogy számoljuk ki a területét az alapterületet, vagyis a háromszög területét jelen esetben ezt, mivel három oldalú hasábról beszélünk. Érdemes kinagyítani az alapterületet ezt a háromszöget. Ugye meg van adva, hogy ez 33, ez 42, ez 54 cm. Ha ránézünk erre a háromszögre, látható, hogy mind három oldala ismert, ezért bátran forduljunk a héron képlethez, amit ö, ö, már ö, tanultatok. Nem kell a héronképlettől félni, bármilyen furcsán is hangzik a neve, ez bátran lehet használni. Csak is akkor, bármilyen háromszögnél, de csak akkor lehet vele területet számolni a héron képlettel, a háromszögnek mindhárom oldala ismert. Fel is írom gyorsan én a héron képletet, és majd elmondom, hogy mi mit, mit jelent. Szóval ez a hírunk képlet. Nem győzöm hangsúlyozni a híron képletet a háromszög területének kiszámolására használjuk, és akkor, hogyha a háromszög mindhárom oldala ismert, az ABC ugye a háromszögnek a három oldalai, az S pedig nem más, mint a háromszögnek a félkerülete, azaz úgy számoljuk ki, benne van a nevében is, hogy félkerület, hogy kiszámoljuk a háromszögnek a kerületét, amit mi már itt megtettünk, és elosztjuk kettővel vagyis a 129-et osztjuk kettővel, akkor azt kaptuk, hogy 64 és fél a háromszögnek a fél kerülete. Ha ez megvan, akkor vissza tudjuk helyettesíteni a képletbe egyszerűen. És ha ezt kiszámoltuk, akkor azt kaptuk, hogy a az alapterülete a hasábunknak, szóval és ennek a, a háromszögnek 692,82 négyzetcentiméter. Ez is megvan, akkor egyszerűen most már ki is tudjuk számítani a hasábunknak a felszínét, vagyis kétszer az alapterület, ami azt jelenti, hogy 692,82, plusz a kerület 129, szer a testmagasság, amit megadtak, 82, ami azt jelenti, hogy eredményül 11.963, 64 négyzetcentimétert kaptunk. Ennyi a három oldalú hasábunknak a felszíne. A térfogata pedig mindent ismerünk, alapterületet itt számoltuk ki. 692,82 szor a testmagasság, amit megadtak, 82. Ennek pedig az eredménye 56.811,24 század köp. Centiméter. Ezzel végeztünk is a feladattal. Gyorsan fussuk át. Ugye, ha egy területet kérdeznek, vagyis egy felszínt kérdeznek, ahhoz ugye szükség van mindig az alapterületre, ami ugye mondjuk a hasábunknak az alja. Ugye három oldalú hasábnál ez egy háromszöget jelent. Hogyha meg van adva a háromszögünknek mind három oldala, akkor alkalmazzuk bátran a héron képletet, ami lényegében nem más, mint a háromszögnek a félkerületéből áll, hiszen a felszínhez amúgy is ki kell nekünk számolni a háromszögünknek a kerületét, a félkerület meg nem más, ugye, mint elosztjuk a kerületet kettővel, és visszaértesítjük a képletből, a félkerületből kivonogatjuk a, az ismert oldalakat, Beszorozzuk ismét a félkerülettel, gyököt vonunk, és meg is kapjuk a háromszögünknek a területét. Ez bármilyen háromszögre alkalmazható, és egyszerűen csak visszaírjuk a, a képletbe, a felszín képletünkben. Egyébként, a, a, ahogy már az első videómban is említettem, a kerületszer a testmagasság lényegében hasáboknál nem más, mint a, a palást, ami ugye az oldallapok jelen esetben a téglalapoknak, a három téglalapnak a területe, amit ugye úgy is ki lehet számolni, hogy ugye, hogy számoljuk ki a, a területet, 33 x 82, tehát A x B, mivel a testmagasság az ugye 82 cm volt, hoppá, én ezt itt elírtam, mert ez, bocsánat, ez itt, 82 cm, nem tévesszen meg senkit. És ilyen egyszerű lényegében ez a feladat. Menjünk tovább. Így szól a következő feladat. Egy szabályos ötszög alapú egyenes hasáb alapján 8 cm magassága 22, mekkora a hasáb felszíne és a térfogata. Amit tudunk, az gyűjtjünk ki, ismerjük a felszínnek a képletét, illetve a térfogat képletét rajzoljunk egy ábrát, egy ötszög alapú ö, egyenes hasábot, ö, nevezzük el az ábránkat, ugye az alapél 8 cm, a testmagasság pedig 22 cm. És mit jelent az, hogy egy szabályos ötszög? Szabályos ötszög, ami azt jelenti, hogy öt egyenlő szárú háromszögből épül fel, mivel szabályos ötszög és ha tudjuk, hogy egyenlő szárú háromszögekből épül fel, akkor azt is fogjuk már tudni, hogy ezeknek a háromszögeknek az alapon fekvő szögeik egyformák, illetve a csúcsszöget is ki fogjuk tudni számolni. Most ugye először is akkor a felszínt számoljuk, a felszínhez pedig tudnunk kell az alapterületet, ugye az ötszög alapterületét, az alsót, illetve a felsőt de ötszög területét nem nagyon tudjuk így egybe kiszámolni, csak úgy, hogy háromszögekre bontjuk. A szabályos ötszögünket öt darab háromszög alkotja, ezért kiszámoljuk az egyik háromszöget, az itt látható, én ezt ide most ki is nagyítom, hogy mit ismerünk ebből. Ugye ez 8 cm, és szabályos ötszögről van szó, akkor a csúcsszögét ki fogjuk tudni úgy számolni, hogy a, az ötszögünknek a központi, középponti szöge az 360 fok. És öt darab háromszög határolja, tehát öttel elosztom, és akkor megkapom a kis háromszögnek a csúcsszögének az értékét, ami 72 fok. Ha én most elnevezem a háromszöget, akkor látható, hogy az alfa, a csúcsszög, az 72 fog. És mivel ez szabályos ötszög volt, szabályos egyelő száru háromszögek határolják, ezért azt tudnunk kell, hogy az alapon fekvő szögeik egyformák az egyelő száru háromszögnél, tehát a béta az egyenlő lesz a gammával, amit úgy számolok ki, pofon egyszerűen, hogy a 180 fokból kivonom a 72-t az alfámat, mivel az megvan adva, és akkor elosztom kettőrevel, és akkor megvan adva, és akkor kijön, hogy a béta és a gamma mennyi. Szóval akkor, a, ha kiszámoltuk, akkor a béta az 54 fok, és ugye mivel alapon fekvő szögek egyformák, ezért a gamma is 54 fok lesz. Ismert a három szögünknek mindhárom ö, Szögének az értéke, illetve az alapéle, most már csak a területet kell kiszámolni. Kétfajta út létezik, hogy számoljuk ki, mindenkire rábízom, melyiket választja. Ha ragaszkodunk a képlethez, és ugye ez egyenlő szárú háromszög, szöge, az alapon szögeik egyformák, ezért a háromszög területének összefüggésekor tanultuk ezt a képletet. És a függvénytáblában is ben van, de ez csak egyenlőszáru háromszögekre vonatkozik. Hogy ki lehet úgy számolni a háromszögnek a területét szögfüggvények segítségével, hogy nem is kell szinte semmit csinálnunk, így szól a képlet. Ez az egyik képlet. És ebben a képletben mi mindent ismerünk, hiszen most számoltuk ki a háromszögünknek a szögeit. És ha ezt elosztjuk egymással, akkor azt kaptuk, hogy a háromszögünknek a területe 22,023 négyzet az egy darab kis háromszögünké. Ez az egyik megoldás. De létezik egy második megoldás is, mindenkire rábízom, melyiket választja, erről a háromszögről beszélünk hogy hogy számoljuk ki a, a területét. Ugye ismerjük, hogy ez 8 cm, és azt is tudjuk, hogy az egyik szöge 54 fokos, ugye ez is 54, ez meg 72, hiszen az előbb számoltuk ki. Hát folyamodjunk a szögfüggvények, nevezetes szögfüggvényekhez, amit tanultunk. Ha én most behúzom az alapélhez tartozó magasságot, akkor kapok egy olyan háromszöget, egy derékszögű háromszöget kapok, aminek 54 fokos a szemközti befogóval lévő szöge, és mivel egyenlő szárú háromszögekről beszélünk, ezért az alaphoz tartozó magasság az alapot felezi, ezért ez itt. 4 centi, és ha már ismerünk egy szöget, és a háromszög egyik oldalát, akkor már nevezetes szögfüggvényel ki fogjuk tudni számolni, méghozzá a tangens szöggel, tangens 54 fok egyenlő, szöggel szemközti befogó, vagyis ez itt az MA, az A oldalhoz tartozó magasság, per a szög melletti befogó, és ha ezt mi kiszámoljuk, akkor kijön, hogy az MA, tehát az A oldalhoz tartozó magasság az 5,5056 cm. És ugye már általános iskolából ismert az a képlet a háromszögnél, hogy háromszög területét úgy számoljuk ki, hogy a szor MA per 2, tehát az A oldalhoz tartozó magasság. Per kettő. Innentől kezdve ismerünk mindent, az A az 8, most számoltuk ki a, a oldalhoz tartozó magasságot per 2, és ha ezt kiszámoljuk, akkor kijön az, hogy 22,022. egész 22. Jó egy picit különbözik, mert itt is vesztettem gyököket, de. Ez a megoldás is létezik, hogy ki tudjuk számolni. Innentől kezdve már megtehetjük azt, hogy visszahelyettesítünk a képletbe. Tudni kell még azt, ne felejtjük el, hogy ez még csak az ötszögünknek egy kis darabja volt, egy háromszöge, ezért a terület ötszög az nem lesz más, mint 22,023 a kis háromszögünk szor az 5 akkor kijön az eredmény 110 egész 115 négyzetcentiméter az alapterületünk, most már tudunk mindent, akkor szépen ki is tudjuk számolni a felszínt. Kerül egyszer a testmagasság, hát a kerület az lényegében nem más, mint 8, itt is 8, itt is 8, itt is 8, itt is 8, 8 x 5 az 40, szer 22, és akkor kijön, hogy a felszín az 1100,224 négyzetcentiméter. Ezzel meg vagyunk, akkor most már ki tudjuk számolni a térfogatot, és alapterület 110,115 ször a testmagasság az 22, és erre az jön ki, hogy 2422,47 köbcentiméter a térfogata ennek a szabályos ötszög alapú egyenes hasábnak. Egy egyenes hasáb valamennyi éle egyenlő hosszú az alaplap 5 cm élő 63 fokú szögű rombusz. Mekkora a felszíne és a térfogata? Hát nézzük meg, hogy mit ismerünk. Miből tudunk gazdálkodni? Tudjuk, hogy az alaplap 5 cm élő, az az 5 cm, és azt is tudjuk, hogy az alfa szög, az 63 fokos, ami azt jelenti, hogy ez az A, ez 5 cm, és itt van nekünk az alfa, ami 63 fokos. Egyenes sosább valami éle egyenlő hosszú, ami azt jelenti, hogy ez is, és mindegyik 5 cm. Nézzük akkor, hogy hogyan számoljuk ki a felszínt. Térfogat pedig nem más, mint tényszer M. Akkor megint az alaplapot kell nekünk kiszámolni, hogy a felszínt ki is tudjuk számolni rögtön. Nézzük meg az alaplapnak a területét. Szóval akkor a rombuszunknak az alapterületét kell nekünk kiszámolni. Én most így le is rajzolok egy rombuszt. Jó, ha tisztázzuk magunkba, hogy mit jelent az, hogy rombusz. A rombusz lényegében olyan négy szög, amelynek egyenlők az oldalai. Az oldalai egyenlők, szóval ez is a, meg ez is a, vagyis 5-5 cent, és megvan adva, hogy ez 63 fokos. Hogy számoljuk ki a rombusznak mondjuk a területét? A rombusz területét ugye ki lehet számolni, hogy az alaplapos, szóval az oldalélhez tartozó magasság szorzata, vagy a két átlók szorzata per kettő. Ez az E, ez pedig az F. Ugye ki lehet számolni a rombusznak a területét? A szor M ma vagy átlók segítségével e SRF per 2. Hát mi mit ismerünk? Mi csak a rombuszunknak az élet, éleit ismerjük, hogy 5-5 centi, és megadták a, az egyik szögét, ami 63 fokos. Ha jól látszuk, berajzoljuk a rombusznak az átlóit, akkor kapunk mi egy háromszöget, amit én most ide ki is nagyítok, ez 63 fokos, ez 5 centi, és ez is 5 centi, akkor nekünk ki kellene számolnunk ennek a három szögünknek a harmadik oldalát. Hát folyamodhatunk a trigonometrikus, háromszög trigonometrikus terület képletéhez mivel megvan adva egy szög, és nem derékszögű, szóval itt nem nagyon tudunk mit kezdeni, mint a háromszög trigonometrikus összefüggését használjuk fel, ami így néz ki, hogy ászor, vészer, színusz, gamma per 2, azaz a két oldal által közbezárt szög per 2, ugye akkor kapjuk meg a háromszögünknek a területét. Hát mit ismerünk? Ismerjük az át, ismerjük a b ugye az egyforma, mivel rombusz. Ismerjük a gamma szögünket ebből a képletből, és lényegében ki is fogjuk tudni számolni. Ugyebár, de ez a képlet, a háromszögre vonatkozunk, de nekünk ö, rombusz az alaplapunk, szóval kettő darab ö, ilyen ugyanegyforma háromszögből tevődik össze, itt is ez is hatva háromszög szemközti szögeik egyformák a rombuszban is. Akkor nekünk fölösleges most kettővel osztanunk, hiszen... Mi mind a kettő háromszög területére kíváncsiak vagyunk, szóval nem kell osztani kettőre, mert mi most a rombusz alapterületét akarjuk kiszámolni. Akkor beírjuk, hogy 5x5x sinus 63 fok, akkor kijön arra, hogy 22,28 négyzetcentiméter a rombuszunknak a, az területe. Innentől kezdve lényegében Ö, már csak ki kell számolni a, a hasábunknak az oldal lapjait. Kiszámolhatjuk úgy is, hogy k nem számoljuk úgy most ki. Tehát a egyenlő 2x 22,28 plusz a kerület micsoda? 5, 5, 5, 5. 5 4 az 20, szorozva a magassággal, az ugye 5 cm, mivel minden ö, éle egyenlő hosszú volt, ezért, hogyha mi most ezt kiszámoljuk, akkor azt kapjuk eredményül, hogy 144,56 cm, de ha külön ki akarjuk számolni az oldallapoknak a területét, ugye négy darab négyzet határolja ezt a mi kis rombuszunkat, a szor B ugye a terület képlete, szóval a szóra a lényegében, mert ez is 5 centi, tehát 25 négyzetcenti, akkor a második szintén 25 négyzetcenti, a harmadik határolólap, szintén 25 négyzetcenti, és a negyedik is 25 négyzetcentiméter lesz, és ha ugye ezek határolják ez a négy négyzet, ezt a mi kis rombuszunk, rombusz hasábunkat, akkor kijön erre is, hogy 100 négyzetcentiméter, mint ahogy itt is kijött a kászoremre. Ezért mondtam azt, hogy a kászorem, a kerületszer a testmagasság az ugyanaz, mint a palást, szóval a, a hasábunkat határoló oldallapoknak a területe.